erőforrásai már évszázadokkal ezelőtt fejlett fürdőkultúra kialakulását segítették elő. A mai császáruszoda helyén állt például a legszebb török fürdők egyike, amelyet Veli bég építtetett és sok utazó megcsodált a hódoltság idején. Ez a terület most Budapest első nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas fedett uszodájának adott helyet. A generáltervezői munkát és a beruházás lebonyolítását az alumíniumipari tröszt tervező vállalata, az Aluter végezte. A vállalat 1976. júliusában egyesült a Fémipari Kutatóintézettel, és a jövőben mint alumíniumipari tervező és kutatóintézet folytatja tevékenységét. A BVTV beépítési terve és a FÖM terv közlekedési tanulmánya alapján a fővárosi tanács jóváhagyta az előterveket, figyelembe véve az uszoda fürdőkomplexum távlati és az Árpád-Fejedelem út osztott pályás átépítésének kiviteli terveit. Valamennyi terv jóváhagyás után a régi császáruszoda melletti üres telken megkezdődtek az alapozási munkálatok. Alapozásnál a földmérő és talajvizsgáló vállalat szakvéleményének figyelembevételével a rés alapozást alkalmazták. A réselő technológia lényege, hogy hidraulikus kotróval és speciális markolóval kialakítják az alaptestek helyét. Talajkiemelés közben bentonitos zaggyal töltik fel a réseket, ami meggátolja az omlásokat és biztosítja a rés falának állékonyságát. Betonozás után nagy teherbírású cölöpök alakíthatók ki, amelyek kielégítik a terhelésre és süllyedésre vonatkozó szigorú követelményeket. A Komjádi Béla uszodánál 130 alaptest készült mindössze 2 hónap alatt. Más alapozási módszerrel ez a munka 1 évnél is tovább tartott volna. A földszinti padlósík alatt vasbeton födém készült, amelynek gerendái a cölöpfejeket rácsszerűen kötik össze. A felmenő teherhordó szerkezet merev, acélvázas, vasbeton megoldású, amely a nagy fesztávolságú alumínium tetőszerkezetet támasztja alá. A 3 méterre kiemelt 50x21 méteres úszómedence 45 pilléren áll, és 2000 nézőt befogadó lelátó veszi körül. A kiemelt medence lehetőséget nyújtott arra, hogy a gépházakat és a nézők előcsarnokát a medence alatti térben helyezzék el. Ezen a szinten van az 1000 személyes öltöző, az edzőterem, az orvosi rendelő és egy bisztró. Ez az építészeti elrendezés kizárja a nézők, a sportolók, a fürdőzők és az uszoda személyzet útirányának kereszteződését. A piros nyílrendszer a nézőközönség, a kék a fürdőközönség és a sportolók, a barna az uszoda személyzet bejáratát, illetve forgalmi útját jelzi. A versenymedence szintjén található az 1600 négyzetméteres lelátó, a TV és sajtóközpont, a versenybíróság irodái és a TAM medence. A régi császáruszoda az új Komjádi uszodával közös létesítményt alkot, ezáltal mindkét medence, a napozók, öltözők, valamint az egyéb kiszolgáló helyiségek gazdaságosan kihasználhatók. A létesítmény generál kivitelezője a Budapesti Lakásépítő Vállalat volt. Újszerűséget jelentett a vász szerkezet építésében, hogy a fémmunkás vállalat kecskeméti gyára által előre gyártott és szállított acélszerkezeteket a helyszínen szerelték össze. A teljes kereteket toronydarúval emelték a bebetonozott sarulemezekre. Célvázra erősítették a zsalutáblákat, majd a vászkereteket, az összekötő gerendákat és a födémlemezeket kibetonozták.
csúszoda lefedésére 40 méter fesztávolságú, kettős lemezszerkezetű alumínium ívelemeket alkalmaztak. A 2,2 méter széles harmad ívelemeket szegecselt kivitelben, különleges alumínium ötvözetből a Magyar Hajó és Darugyár Váci gyár egységében gyártották. A héj szerkezet szigetelésére a két hullámlemez közötti rést lángálló poliuretán habbal öntötték ki. Amikor az első teljes ív elkészült, az építőipari minőségvizsgáló intézet bevonásával a gyár területén próbaterhelést végeztek. A műszeres vizsgálatok igazolták, hogy a szerkezet az előzetes számításoknak és a várható igénybevételeknek megfelel. Előre programozott ütemben megkezdődött a harmad ívelemek szállítása az építkezés helyszínére. A harmad ívelemeket a munkahelyi szerelőterületen kapcsolták össze teljes ívvé. A csatlakozások hézagait is itt töltötték ki poliuretán habbal. A beemelést 30 méter gémkinyúlású toronydarúval oldották meg. A beemelési súly 4,3 tonna volt. Hőszigetelést is magába foglaló tetőszerkezeti elemekből három naponként emeltek be és rögzítettek egyet-egyet. Egy ívelemmel 100 négyzetméter nagyságú területet fedtek le. Nagy fesztávolságú térlefedés területén ez az építési sebesség nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltó eredmény. A tetőszerkezet nyitható, középső negyedei a szélsők fölé tolhatók. Ezáltal a nyári időszakban a medencetér nyitott. A mozgatás céljára a kereteken lévő csatornában 60 méter hosszú sínszerkezetet építettek. A tetőszerkezet aljára függesztve a medencetér fölött, teljes csarnokhoz van egy járható csőhíd húzódik, amelyre a világító testeket szerelték föl. Az alumínium burkolatú csőhíd egyben a légelszívás csatornája is. A kész tetőszerkezet alatt a mélyébb terv tervei szerint megépítették a létesítmény legkényesebb objektumát, a 3 méter magas oszlopokon álló 50x21 méteres versenymedencét. Az oldalfalak és a födémek különleges vízzáró betonból készültek. Az adalékanyagot az osztrák Meinadir cég szállította és gondoskodott a betonozási munkák műszaki ellenőrzéséről is. A bedolgozáskor elhelyezett különleges minőségű dilatáció és munkahézak tömítő csíkokat szintén az osztrák cég szállította. A belső építészeti megoldások az Iparművészeti Főiskola elképzelései szerint készültek. A különleges anyagú és hézagolású mozaik, kő, műkő és csempeburkolatok kivitelezője az Orszak és a Kőfaragó vállalat volt. A csúszásmentes körmozaik lapokat, valamint a medencék burkoló csempéit a nyugatnémet Villeroy cég szállította. Az épület egyéb részeiben is igyekeztek az Aluterv tervezőmérnökei az alumínium építőipari felhasználását bemutatni. Figyelmet érdemelnek a fémmunkás vállalat által gyártott és szerelt homlokzati és belső burkolatok,
reprezentatív álmennyezetek, valamint a nagyméretű nyílászáró szerkezetek és üvegfalak, amelyek mind felületkezelt alumíniumból készültek. Az évi terv, mint az Aluterv alvállalkozója készítette a villamosenergia, a vízellátás, a fűtés, szellőzés és a víz alatti világítás kiviteli terveit, míg a kivitelezést a víz és a csőszer végezte. Az uszodát hideg időben megfelelően fűteni, légkondicionálni kell. A fűtés, légfűtés, szellőzés és klímaberendezés hőigényét az uszoda új kazántelepe elégíti ki. A kazánokban termelt gőzt a hőközpontba vezetik. Itt állítják elő a padlófűtéshez és fűtéshez szükséges melegvizet, amelyet szivattyú szállít az automatikus szabályozó rendszeren át a radiátorokba. A gépházba továbbított gőz biztosítja a versenymedence hőtartásához szükséges hőmennyiséget. Az úszómedence vizének folyamatos tisztántartására a mély épterv tervei szerint víztisztító és forgatóberendezést építettek. A gépházban szerelték föl a klímaberendezés hűtőegységeit. A fűtő és szellőző rendszerben nagy teljesítményű ventilátorok nyomják a levegőt. Az úszócsarnok szellőző, illetve köttelenítő berendezése a szellőző levegőt az ülések alatt beépített befúvó nyílásokon és a csarnok két oldalán juttatják az úszoda légterébe. Az optimális hőfok és nedvességtartalom azonos értéken tartását automatikák vezérli. Az elhasznált levegő tetőventilátorok vezetik a szabadba. Az uszoda vízellátását a Török és Antal hőforrás vízhozama biztosítja. A Török forrás vize gravitációs úton, az Antal forrásé nyomással érkezik a fogadó tárolókba, ahonnan szivattyúk emelik a felső tárolókba. A Török forrás vizét átemelés közben vegyszeres injektálással csírátlanítják. A fogadótárolóból egy kiegyenlítő tartály közbeiktatásával és átemelő szivattyúk segítségével a víz, fogadó, szűrő és hőmérséklet szabályozó berendezésen átjut a medencébe. A termálvíz gravitációs úton nem továbbítható a 3 méterre kiemelt medencébe, ezért átemelésre volt szükség. A víz, csatorna, fűtés és szellőzés berendezéseit a csőszerelő vállalat készítette. Március 26-án délelőtt 10 órakor dr. Bektől Sándor államtitkár, az Országos Testnevelési és Sporthivatal elnöke ünnepélyes keretek között átvette az építőktől a Komjádi Béla sportuszodát és megjutalmazta a tervezésben és kivitelezésben érdemeket szerzett dolgozókat. Szolgálja ez a szép létesítmény a magyar testnevelés és sport fejlődését gondolatjegyében. Bektl elvtárs átadta az uszodát rendeltetésének. Az ünnepség emlékezetes pillanata volt, és a meghívott közönség körében nagy tetszést aratott a tető megnyitása.
versenyt a szocialista országok fővárosainak úszói vívták háromnapos rendezvény keretében. A legkorszerűbb feszített víztükörrel készül. A vízfelszíne a környező járószinttel egy síkvamban, és a felesleges víz a medence mellett húzódó csatornába jön. A versenyrendezés és a közvetítések gyors lebonyolítását a legkorszerűbb elektronikus műszerek segítik. A medence végfalára erősített beütőlapok adják az impulzusokat az időmérő berendezésekhez, és innen jutnak a kiírások közvetlenül az eredményhirdető táblára. A medence hosszirányú oldalfalán a víztértől elzárva 5 méteres osztással reflektorok biztosítják az úszók víz alatti mozgásának zavartalan megfigyelését. Itt alakították ki a vízállóan tömített betekintő ablakokat is, ahonnan az edzők figyelemmel kísérhetik a sportolókat. A csarnok belső tér és a medence világítás megoldása az Éviterv világítás technikai tervezőcsoportjának tervezési munkája. Az izzólámpákat úgy állították be, hogy kizárólag a vízfelület kap fényt, és visszatükröződő reflexek nem zavarják a televíziós vagy filmfölvételeket. A következő jelentős sportesemény a Tungsram Kupa nemzetközi vízilabda tornagolt. A forró hangulatú mérkőzések Komjádi Bélára, az uszoda névadójára emlékeztettek, aki példamutató sportszeretettel és áldozatos munkával teremtette meg a magyar vízilabda sportot. A Komjádi Béla sportuszoda a magyar úszósport és a főváros egyik kiemelkedő alkotása, de jól reprezentálja hazánk építészeti alumínium termékeivel. A létesítmény köré telepített zöld területtel az új uszoda jól kiegészíti a régi Császár és Lukács fürdőkomplexumot, ahol ezentúl a gyógyfürdőtől a sportuszodáig mindent együtt megtalálhat a főváros közönsége.